Első orvosi vizsgálatukra érkeznek a Nyíregyházi Állatpark 4 hetes pumakölykei. A szakemberek első körben megállapítják a csöpségek ivarát, majd megmérik őket. Megnézzük az ivarát. Ő egy kis hím. Megmérjük a súlyukat is, hogy megfelelően fejlődnek-e. A pumáknál a vemhesség 3 hónapig tart, 400 grammosan születnek meg ezek az állatok. Ugye láttuk, hogy most 4 hetesen 2,4 kilósak voltak, 2 hetesen pedig 1,5 kilogrammosak voltak, úgyhogy nagyon-nagyon szépen cseperednek. Ez azt jelenti, hogy az anyának van bőven teje, és nagyon szépen gondoskodik róluk. Látszódott, hogy mekkora pocakjuk van, tehát gyakorlatilag nem éheznek ezek az állatok. Azt is láttuk a vizsgálat során, hogy már a szemfogak elkezdődtek kifejlődni. 2 hetes korukban kezd el kinőni a foguk, és 6 hónapos korukra fejlődik ki a teljes fogazat, akkor is kezdenek el szilárd takarmánnyal táplálkozni. Az ikreket a vizsgálat során vakcinázzák és csippet is kapnak, amit jól viselnek a kamerák keresztüzében. Adnak egy vitamin injekciót is, mert a pumafélék hajlamosak az A-vitamin hiányra. A pumakölykök szőre egyelőre foltos, természetes színük csak később alakul ki. Az újszülött pumák foltosan jönnek a világra, ezt is láthattuk, hogy még a foltjuk megvan, ez nem is csoda, hiszen a foltjukat csak 6 hónapos korukra kezdik el elveszteni, akkor ugye pont akkor, amikor elkezdenek szilárd takarmánnyal is táplálkozni, az anya elkezdi megtanítani őket, hogy hogyan ejtsenek el zsákmányokat, ugye elnyerik a természetes színüket, ám a foltok egészen 2 éves korukig még látszódhat a bundájukon, utána viszont már elnyerik a természetes barna színüket. A kicsiket anyjuktól csak a vizsgálat rövid idejére választják el. A pumák 90 napi vemhesség után jönnek világra. Az utógondozás mindig a nőstény feladata. Éppen ezért az apa állat itt, ebben az elkülönített kifutóban tartózkodik. Igaz, nem sokáig. Pénteken már helyet cserél a család, és a fiúk az anyjukkal közösen veszik át ezt a terepet. A látogatók az afrikai elefántok szomszédságában meg is tekinthetik a különleges bébiket. Alapvetően nehezen szaporodó állatokról van szó, és nagyon büszkék vagyunk, hiszen idén az állatpark 25 éves, és legutoljára 2001-ben volt itt kis pumánk, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk az apróságokra. A tenyészpár 2019 óta az állatpark lakója. A 3 éves nősténynek és a 12 éves hímnek ez az első szaporulata. A puma, más néven ezüstoroszlán, rendkívül jó ugró, kitűnő rövid távfutó. Egykor egész Észak-Közép- és Dél-Amerikában elterjedt faj volt. Igen jó alkalmazkodó képességgel rendelkező macskaféle. Egyedszáma azonban manapság csökken, a legnagyobb veszélyt élőhelyeinek elvesztése, valamint a vadászat jelenti számára.